Amikor először indítottam rá a Warcraft 3 Reforged kampányára, elfogott a nosztalgia. 15 éve nem bújtam Arthas bőrébe, hogy felvegyem a harcot az élőhalott hordákkal szemben, és még ha voltak is furcsaságok, maga a kampány egész élvezhetőnek tűnt. Aztán, ahogy egyre mélyebbre merültem a Blizzard legendás RTS-ében, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy ez bizony nem egy újra kovácsolt változat. Sőt, még csak HD remake-nek is csak rengeteg jó indulattal lehetne nevezni. Láttunk már olyat, hogy a közösség mondva csinált indokokkal húz le játékokat a különböző fórumokon. Szétbombázzák az előd értékeléseit pusztán azért, mert a sorozat új része nem a kedvenc platformjukon jelent meg. De itt nem ez a helyzet. Az ilyen és ehhez hasonló lejárató kampányokkal nem szoktam egyetérteni, mert hát szinte elképzelhetetlen, hogy egy játék annyira rossz legyen, hogy nulla pontot érdemeljen. A Warcraft 3 Reforged-dal sem az a baj, hogy rossz, hanem hogy meggyalázza, sárba tapossa az előd hagyatékát. $30 minden idők egyik legjobb RTS-ét gyilkolta meg a Blizzard olyan módon, amilyet még nem nagyon láttunk. A 2018-as BlizzCon szégyenfoltként vonul majd be a nagymúltú kiadó történelem könyvébe. Eddig azt hittük, hogy csak a Diablóval lőttek mellé, de mint most kiderült, a Warcraft 3 Reforged bejelentése még ennél is nagyobb PR katasztrófával járt. Ha valaki nem emlékezne, akkor ezzel a teljesen átdolgozott filmszerű trailerrel mutatták be a játék egyik legikonikusabb kampányát. Mivel mindenhol több mint 4 órányi Reforged átvezetővel hirdették a játékot, a rajongók jogosan gondolták, hogy ilyesmire számíthatunk, de a valóságban csak az intrót és az Arthas vs. Illidan harcot dolgozták át, a többi cinematik csak nagyobb felbontásban lett renderelve, az in-game átvezetők pedig semmit nem változtak. Szintén semmi nem valósult meg a gameplay trailerben megmutatott új kezelőfelületből, amivel még mindig hirdetik a játékot a trailerben. Már a kampány során is belefuthatunk bugokba, hiányzó tooltippekbe, és hogy mennyire összecsapott is a dolog bizonyos helyeken, azt jól mutatja, hogy a menüben még mindig Warcraft 3 beta szerepel. Koránt sem lett volna azonban ekkora a népharag, ha Warcraft 3 Reforged egy új, független játék lenne. De nem az. A Blizzardnál azt találták ki, hogy jól összehozzák az eredeti játékkal, így aztán nem darabolják fel a közösséget, tudnak majd egymással játszani a rajongók. Ez papíron nagyon jól hangzik, a valóságban viszont azzal járt, hogy teljesen kiherélték a játékot. Az új, kötelező Battle.net integrációval megszűnt létezni meg annyi feature, mint a testre szabható profilok, az in-game klánok, vagy épp a ladder, ami, hát lássuk be, egy kompetitív játéknál sokak által elég fontosnak tartott dolog. És hiába nem vetted meg a játékot, a régi is frissült az új kliensre, a régi Battle.net pedig megszűnt. Már a lemezről telepített játékoddal sem éred el. Nincs többé LAN, vagy peer-to-peer közös játék, sőt, a single player kampányra kihegyezett custom game-eket sem tudod többé magadban, csak egy virtuális hoston keresztül játszani, ami azt jelenti, hogy nem tudsz bennük menteni. Nyilvánvalóan teljesen átgondolatlan döntés ez olyan emberek részéről, akik teljesen elszakadtak a rajongó táboruktól. Vagy sosem érdekelte őket igazán. És ha már a custom game-eknél járunk, egy jelentős részük bugos, volt olyan, amit a hiányzó grafikai elemek teljesen játszatatlanná tettek. A legnagyobb felháborodást azonban az új felhasználói feltételek okozták, amelyek értelmében minden, a Warcraft 3 Reforged-ban készült pálya összes joga azonnal és automatikusan a Blizzard tulajdona, még személyes felhasználásra is. Mintha ennek a videónak a bevételeit azonnal a Microsoft kapná, mert Word-ben írtam a scriptet. Persze abszolút megértem, hogy nem akarnak még egy Dota fiaskót, de így nem is lesz ember, aki bármennyi munkát is tenne az egyedi pályák megalkotásába, pedig a modder közösség az új pályaszerkesztővel új életet lehetett volna a Warcraft 3-ba, sőt, akár még a Heroes of the Storm-ba is, ha átemelnek egyedi pályákat. 18 év után elvárhatóak lettek volna olyan életminőségbeli javítások is, mint hogy például a keybindingot ne egy TXT átírásával kelljen megváltoztatni, hanem igenis testre szabhassuk, hogy a karaktereink különböző képességeit melyik gombbal is akarjuk aktiválni. És tényleg azokat sajnálom a leginkább, akiknek esze ágában sem volt megvenni ezt az újrakiadást, mert nekik csak rosszabb lett. A már említett változtatások mellett például grafikailag is, ugyanis például az árnyékok beállítása átkerült a Reforged kliensbe. Először azt sem értettem, hogy miért fut kb. 20 FPS-sel a játékmenüje, aztán kiderült, hogy azért, mert ez még nem egy in-game ablak, hanem egy böngészőben futtatott webes alkalmazás. Ez önmagában egyébként nem egyedi eset, számos AAA játékban is láttunk már hasonlót, csak ott hozzáértők rakták össze és nem zabálta fel az egész gépet. Ilyen és ehhez hasonló megoldásokkal tűzdelték tele a Warcraft 3 Reforged-ot, ami tényleg csak a nevében újrakovácsolt, valójában egy bénán összekalapált játék lett. Nem is nagyon csodálkozhat a Blizzard, hogy a Metacritiken ez minden idők legrosszabb játéka,
a felhasználói értékelések alapján jelenleg 0,5-ön áll. Ha valakinek annó kimaradt a játék, annak most azt tanácsolnám, hogy vegye meg az eredetit, de erre ugye már nincs lehetőség. A kampány sztoria persze nem változott, továbbra is egy remek történetet kapunk, habár mivel nem vettek figyelembe bizonyos változtatásokat, ez is könnyebb lett. Ennek köszönhető, hogy a March of the Plague misszióban az ügyesebbek akár nehéz fokozaton is képesek szétverni a Scourge bázisokat, míg ez régen gyakorlatilag öngyilkos akció volt, pedig ennek a küldetésnek pont az lenne a lényege, hogy Arthas szembesül azzal, hogy az élő halottak végtelen hullámokban érkeznek, és biztos lenne a vereség, ha Uther nem érkezne meg az utolsó pillanatban, amikor már lángokban áll a bázis. Így pedig ezek az események semmennyire nem támasztják alá Arthas karakter fejlődését, inkább elvesznek a sztoriból, mintsem hozzáadnak. Azok után, hogy milyen felújításokat láttunk az elmúlt időszakban, gondoljatok csak a Resident Evil 2-re, vagy az Age of Empires 2-re, nagyon szomorú látni, hogy a Blizzard mennyire nem vette komolyan a feladatot. A Warcraft 3 Reforged nem kapufa, ezzel bizony izomból pofárúgták szerencsétlen lelkes labdaszedőt, aki hosszú évek óta arra vár, hogy kedvenc csapata újra a régi fényében tündököljön.